Jó estét kívánok, szeretettel köszöntünk mindenkit, mindannyiunkat, mindannyiatokat. Izgalmas téma, gondolom én, sajnos. Nevet rossz néven, de ugye szomszédban háború zajlik. És hát hál' Istennek mi még nem értünk. Önök se, azt hiszem, a legidősebbek se. És nagyon remélem, hogy nem fogjuk megélni soha, hogy milyen háborús hátországnak lenni egy polgári társadalomban. De hát ugye tőlünk nem is sok száz kilométerre vannak, akik ezzel szenvednek, úgyhogy van sajnos aktualitása. Remélem, hogy tanulsága nincs. Az is van. Istvánnak az előadása ugye az első világháború polgári lakosságának a közlelmeiről szól a világháború idején. Szabó Istvánról tudni kell, hogy 3 éve dolgozik a múzeumunkban, ő a fotótárunknak a vezetője, ő a jelen korászunk, a modern korászunk. Átvette a stafétát a legfiatalabb, egyik legfiatalabb versenyző és kolléga stafétát az idősebbektől, úgyhogy azt kívánom neked és nektek a mai előadásnak, hogy izgalmas legyen, és hogy sok ilyen előadásunk legyen, minél kevesebb tanulság nélkül a jelenre nézik. Jó. Ezt kívánom magunknak. Jó szórakozást! Nyilván üdvözlök mindenkit, hogyha megengedik, akkor leülnék én is, hogy hosszú volt a mai nap, és így kényelmesebb lesz, ugyanis amikor találkoztam érintőlegesen ezzel a témával, akkor leltem rá egy nagyobb fotóanyagra, ami a Pistrelli Múzeumnak a tulajdonában van, és hát végül is arra építeném fel ezt az egészet, én a szemléltetés híve vagyok, úgyhogy statisztikai adatok helyett főként fényképekkel fogom illusztrálni a témát. Müller Jánosról van szó, ő készített egy kompakt anyagot az első világháborús Budapestről, ő gyakorlatilag végigfotózta az egész várost a 4 év alatt, és hát szinte minden aspektusba igyekezett betekintést nyújtani ebben az időszakban. Persze szívesen szemléltetném a helyi vonatkozású fotográfiákkal is, de abból elég szegényes a gyűjtemény, úgyhogy rá is térek majd ezekre a fotográfiákra. Hát először is ugye az első világháború kitöréséről, lefolyásáról, következményeiről már sok helyen olvashattunk, sok helyen hallottunk róla, megismerhettük a különböző haditerveket, csatatereket, stb. Viszont ami még nagyon fontos aspektus, a hátországok élete sokkal kisebb reflektorfényt kap, úgymond, kevesebb figyelem hárul rá. Célom tehát bemutatni az egyszerű emberek életének, szenvedéseinek egyes mozzanatait is a háborús Magyarországon. Ugye a későbbi II. Világháborúval ellentétben a hátország és a fegyveres erők, a tevékenység az első világháborúban jóval inkább elhatárolódott egymástól, tehát a határvonal az élesebb volt, ugyanis a katonai repülőgépek hatótávja nem tette lehetővé a hátországok jelentősebb pusztítását. Tehát mint tudjuk, hogy mi történt a II. Világháborúban, hogy néztek ki a végére a német városok, hát ez az első világháborúban nem volt tényező. Magyarország civil lakossága így nem igazán volt kitéve közvetlen pusztításnak, viszont hát igen, ellenpéldaként megemlíthetjük az 1916-os román betörést például, amikor a Székelyföld lakosságának jelentős része menekülni kényszerül, többek között ugye Csíkszereda is megsínlette ezt az időszakot, a központ épületeinek egy jelentős része leégett, ekkor a várostörténeti kiállításunkon is szenteltünk egyébként ennek a témának egy sarkot. Viszont hogyha a monarchia a civil lakossága kisebb mértékben is volt kitéve a közvetlen katonai támadásnak, attól még az elhúzódó háború mélyreható következményekkel járt, úgy gazdasági, mint társadalmi, mint szociális téren. Az élelmiszer és tüzelőanyag hiány, a megfeszített hadimunka az mindenkit sújtott. És hát először is mindenképp szeretném megemlíteni a háború esetére szóló kivételes intézkedésekről hozott 1912-es törvényt. Rendeletek sorozatát adta ki a kormány a törvény alapján, melyekkel létrehozhatták a háborút szolgáló mechanizmust, többek között kötelezte a kormányt, hogy rendeletileg adja ki a kivételes intézkedéseit, ellenőrzése alá veheti a postaforgalmat, a távírót, távbeszélőt, bezárathat egyesületeket, stb. Bevezethet statáriális bíráskodást,
1914. novemberében megszavazott kiegészítő törvény felhatalmazta a kormányt az internálás intézményének bevezetésére is többek között. Tehát ez a törvény messze menő jogokkal ruházta fel a kormányt háború esetére, és akkor itt kezdjük el Müller János fotóit. A képek alá nem írtam kiegészítő információt, magamnak lejegyeztem, én majd elmondom, hogy mi látható a képen. Ez itt például egy háborúpárti tüntetés Budapesten 1914 nyarán, ugye a kezdetektől induljunk. Ugye a hadüzenet és a háború hírét azt a lakosság egy része, hát főleg a városi lakosság lelkesedéssel fogadta. Ebben az időben a népi levelekben, a versekben és egyéb feljegyzésekben általában a győzelembe vetett hit, a király és a kormány iránti bizalom és az önfeláldozás készsége jelent meg a leginkább. Viszont a harcok elhúzódása és ennek következményei a katonaság és az otthon maradt lakosság hangulatát is megváltoztatta. 1915-16-ra, tehát már nem sokkal később az optimizmust, a céltalanság, bizonytalanság, elkeseredettség érzése váltotta fel. Itt épp a férfiak egy mozgósítási hirdetmény előtt állnak az első világháború kitörésének napjaiban. Ugye a munkaképes férfi lakosság nagy részének, képen láthatóknak is, a frontra vezénylése pár hét alatt súlyos munkaerőhiányt okozott, a gazdaság teljesítménye visszaesett, termelés volumene csökkent. Tehát gondoljunk bele, hogy az egyik napról a másikra a munkaképes lakosság nagy része kikerül a gazdaságból. Nem termel semmit, és onnantól kezdve el kell őket tartani. Tehát pontosan megfordul a helyzet. Az állam hadigazdaságot vezet be, azaz a gazdaság minden szektorát ellenőrzése alá veszi. Legfontosabb cél ettől fogva a katonaság ellátása és a háborús szükségletek kielégítése. Nőszergyártástól a frontra történő eljutatásáig. Jelentősen megnőtt persze az állam szerepe a piaci viszonyok korlátozásában is, mert állami feladattá vált ezáltal a polgári lakosság ellátása is teljes mértékben. Ezen a fotón épp friss háborús híreket olvasnak a parlament előtt 1914 őszén. Ugye a közvélemény nagy része az eleinte jelentkező öröm és önfelett kalapemelgetés után a frontról érkező hírek alapján elkezdte a véleményét megváltoztatni azért a villámháborúval kapcsolatban. Tehát a híreket értők számára itt már világos kezdett lenni, hogy a villámháborús terveknek nagyjából annyi volt. Itt bevonuló hadköteleseket láthatunk 1914-ben. Ugye az újabb és újabb korosztályok behívása az tovább súlyosbította a munkaerőhiányt, amit a nők és hadifoglyok munkába állításával hát próbáltak enyhíteni, de pótolni persze nem tudták. A termelékenység így folyamatosan csökkent, a kenyér, gabona, a legalapvetőbb mezőgazdasági termény termelése 1916-ra a békebeli szintnek az egyharmadára, a kétharmadára esett vissza, 18-ra pedig a felére. Úgyhogy a kormány már 15-ben vezette a kenyérjegyet, majd később kiterjesztette a jegyrendszert szinte valamennyi élelmiszerre. Hát ugye a lényege a felhalmozott és a rendelkezésre álló készletektől függően hatóságilag meghatározni, hogy egy személy milyen gyakran és mennyi élelmet vásárolhat, de gondolom a jegyrendszernek, mint olyannak az alapjait nem nagyon kell lecsetelni tönöknek, itt a legtöbben élesben is kipróbálhatták a rendszert. Itt a budapesti lisztjegyet és szappanjegyet láthatunk a fotón. Teljesen mindegy, hogy milyen városét tesszük oda, ugyanez a rendszer működött a teljes monarchia területén. 1916-ra rendszeressé váltak a rekvirálások, és mindent próbáltak beszerezni mindenhonnan gyakorlatilag. Tehát ezen a fotón egy lósorozást láthatunk, ők is ugyanúgy mentek a frontra állít húzni, ellátmányt, stb. Viszont a hadköteles férfiakon és a lovakon kívül egyébként a személy és teherautókat is besorozták, itt éppen a
a vérmezőn levezényelt gépkocsi sorozást, igen, ezt tényleg így hívják, ez a szakterminológia, ezt láthatjuk. Az ipari termelés is a hadviselés követelményeinek lett alárendelve, a fontosabb üzemeket hadiszolgálatra vették igénybe, a közszükségleti cikkek termelése visszaesett, ami hiányt okozott, és a hadi üzemekben, a mezőgazdasági ágazatokban dolgozókra kivételes rendszabályok és törvények vonatkoztak ezen túl, hogy munkavállalói jogaikat lényegesen korlátozták. Rekvirálásokra visszatérve, Müller jóvoltából itt láthatunk egy harangrengeteget, amit a józsefvárosi pályaudvaron gyűjtöttek össze természetesen a katonai célokra, valamint itt a hadseregnek szánt fémek gyűjtőhelye látható, az irányított hadigazdaság ugye állandó nyersanyag problémákkal küzdött, és a fémbeváltó mellett gyapjút, pamutot, őrt, kendert, mindenféle egyebet igyekeztek begyűjteni, de ahogy a helyzet súlyosbodott, már nem is nagyon fizettek érte, 1916-tól pedig az erőszakos rekvirálás is jellemző volt, tehát már nem is próbálkoztak a fizetéssel. A következő érdekes fotó, ez a fatalpú cipőknek a kirakata, úgymond, tehát ahogy a bőrt is elkezdték nem csak begyűjteni, hanem rekvirálni is, tehát a lakosságnál vagy a gyáraknál, üzemeknél nem maradt semmi, mert mindenki ment a katonaság ruházatára. Hát ugye övtáskák, puskaszi, stb. Minden ebből készült, úgyhogy ekkortól már a cipőket fatalpal kezdték gyártani, hogy mennyire voltak ezek strapabíróak vagy kényelmesek, azt nem tudom, de ezt kellett megvenni. És hát miután a hadi költségek előteremtése egyre nagyobb nehézségekbe ütközött, a kormányzat a háború finanszírozásának érdekében bevezette a hadi kölcsönöket, a különböző adománygyűjtéseket, hadi kötvényeket jegyezte, amik persze a háború előre haladtával teljesen elértéktelenedtek, tehát maradt a papír rengeteg a fiókban. Ezen a fotón egy háborús jelvényárust láthatunk a Népszínház utcában, az Országos Hadsegélyező Bizottság alkalmazásában, úgymond így is mondhatjuk. Ők a katonáknak szánt meleg ruhán, olvasnivalón, cigarettán, édességen túl, jótékonysági, tehát gyűjtésén túl jótékonysági jelvényeket is árultak például, amiket a hadiözvegyek, hadiárvák, sebesültek megsegítésére igyekeztek kiutalni. Persze idővel bekövetkezett a gazdasági kimerülés és a lakosság szociális helyzetének a romlása is. Itt a Weiss-Manfred étkező előtti sort láthatjuk, ahogy az emberek ingyen ebédért állnak sorba. Ez is egy elég elterjedt gyakorlat volt a háborús Magyarországon. Persze főként a városokban, faluhelyen ez nem igazán volt tetten érhető. És hát a termelés visszaesése az nagy arányú inflációval járt együtt. A bérek csökkenését vonta maga után, az 1913-14-es szinthez képest például a napszámosok bére 54%-kal, a gyári munkásoké 47%-kal esett vissza a háború végére. Ezzel szemben a legfelsőbb rétegek gyakorlatilag ugyanúgy éltek, mint azelőtt. Krúdi Gyulának van egyébként egy jó írása erről, amit idéznék is. A messzi határokon talán hideg konzervet és reál frissen hullott havat étkeznek testvéreim, azonban úgy látom, hogy a városban még mindig elegen vagyunk. A vacsorázó helyeken nehéz a kellemes asztalhoz való jutás, a divatos éttermekben zene és női kacaj együtt tündöklik a csillárok lángjaiban. A csemegekereskedők alig győzik kiszolgálni a vevőiket. A társadalom alsóbb rétegeiben azonban állandóvá vált a nélkülözés, virágzásnak indult a fekete piac, rekvirálások elől elrejtett zsírt, lisztet, gabonát, baromfit, malacot, csillagászati összegekért lehetett kapni. A háború előtt ugye a falusiak jártak inkább városra vásárolni. A háború alatt ez teljesen megfordult, most már a város járt ki a falura megvenni bármit, amit csak tud, bármilyen élelmiszert, bármilyen cikket. Ekkor terjedtek el például a vagyonosabb parasztság köreiben a zongorák, a perzsaszőnyegek vagy az ezüst étkészletek. És hát a városiak ekkor szokatlan helyzetben találták magukat,
egyszer csak nem számíthattak több piacokra, pékségre, különféle szakirányú élelmiszerboltokra, semmire. És hát a téma érdekes korabeli forrásai egyébként a szakácskönyvek, amik már 1915 tavaszán megjelennek azzal a címmel, hogy hogyan lehet olcsón jól főzni háborús ételek, amely tájékoztatót nyújt az egyszerű háztartásoknak arról, hogy most, amikor a háború mindannyiunkra okos takarékosságot parancsol, miként lehet olcsón jó és tápláló ételeket főzni kukoricalisztből, kevert ízből, olcsó húsfélékből, stb. Tehát a huzamos ideig tartó hiányos táplálkozás, illetve az éhezés következtében, ugye most ezek a szakácskönyvek is hozzájárultak, a polgári lakosság berkeiben jelentősen nőtt a hiánybetegségeknek a száma és az elterjedése. Ekkor állította kihívás elé az orvosokat például a gólyba, a skorbut, a pellagra, amik azelőtt nem voltak annyira elterjedt betegségek. Hogyha már a különböző cikkeknél és evaknál tartunk, akkor rátérnék a különböző ekkor megjelent termékekre. Ugye az ügyes kereskedők, mint mindig, próbálták kiaknázni a háborút. Már 1914 őszén megjelentek a harctéren hasznosítható termékek, mindenféle válfajai, mint például a fertőtlenítőszer. Ez a legnépszerűbb termék a folyékony káliszappan gyakorlatilag, a formaldehid vizes oldata, amit Lizofor néven árusítottak akkor, élelmes szolgáltatásként a Lizoformot gyártók, a kifizetést követően el is postázták a frontra a hozzátartozónak egyből a csomagot, és hát tele volt minden ezekkel a reklámokkal, viszont van egy másik gyöngyszem, ami az egyik személyes kedvencem nekem, az a Kotányi Paprika reklámja, amelyik gyakorlatilag reagált az aktuál politikára. Tehát a hétről hétre változtak attól függően, hogy milyen változások álltak be. A fenti, a baloldali az első, a másik az utána egy pár hónappal jött létre gyakorlatilag, amikor is elhalasztották Magyarországon a választásokat, és ez meg is jelenik a reklámban, hogy nem lesz választás, mert meghosszabbították a mandátumot, de az ország enélkül is tudja, hogy a legjobb, legízesebb a Kotányi paprika, fölösleges tehát a népet megkérdezni. És végezetül be is rakom a reklámoknál ezt a reklámot is, ami a Sanitéz tetűport reklámozza, ami hát eléggé elengedhetetlen kellék volt a lövészárkok világában. Elég gyakori vendég volt ott a tetős. És hát a kereskedők zsebét gazdagították úgymond az 1914. decemberében forgalomba hozott császári királyi arcképpel ellátott Augusta dobozok is, amik ugyanolyan elv alapján működtek, mint az előbb említett Lizofor, hogy elő lehetett fizetni különböző napi használati cikkekre, mint cigaretta, cukor, keksz, Lizofor például, tetűpor, Kotányi paprika, stb. Amit az Augusta alap a megfelelő összeg kifizetése után ugyanúgy kipostázott a harctérre. És hát ez az Augusta gyorsegély alapnak az egyik legnagyobb bevételi forrása volt az adományokon túl. Itt például ezen a fotón ugyancsak Müller János, ez az Augusta gyorsegély alap úgynevezett aranyat vasért akciója, amikor hát gyakorlatilag látható kis fém kitűzőket lehetett megvásárolni, jelentősen túlárazva természetesen, de hát ez is az egyik bevételi forrása volt az alapnak. És hát rátérve egy kicsit kellemesebb témára úgymond, például a háború a divat terén is rengeteg furcsaságot eredményezett, mivel az Antant elvágta a monarchia utánpótlási vonalait, és a gyapjú, amiből akkor a ruha minden téren ugye legtöbbször abból készült, az ugyancsak elment a hadsereg tartalékaiba. Így ez is problémát okozott a mindennapokban. Erre reagálva jött létre egyébként egy humorosnak ható kezdeményezés, a Tormai Cecil kezdeményezésére megalakult fényűzés elleni liga, ami furcsa módon éppen, hogy a
a fényűzést propagálta azzal, hogy a gyapjú helyett inkább a bársonyt meg a sejmet ajánlotta a hölgyeknek a mindennapi ruházkodásra. Ez az egyik kiállításuknak a reklámja. Divatkiállításokat is tartottak a háborús anyagokból készült ruháknak természetesen. Igen, a szórakozási lehetőségekre is kitérve, hát főleg a bálok sínylették meg ebben az időben a háborús viszonyokat. Amint kiderült, hogy az 1914-es villámháború helyett hosszan elhúzódó háborúra lehet számítani, a következő év összes báját lemondták Magyarországon, és helyette jótékonysági rendezvényeket szerveztek. Viszont a színházak többsége az működött, valóságos operett látogatási idő tombolt ekkor Magyarországon. Inkább az jelentett problémát a színházaknak, hogy az antant hatalmak, úgymond az ő darabjaikat lejátszhatják-e. Hát végül az lett a döntés, hogy nem, úgyhogy Shakespeare-nek és Molière-nek mennie kellett a palettáról, viszont ez egy löketet adott a magyar daraboknak, amiből rengeteg jelent meg ekkor, többek között a Csárdás királynő is, meg a Mágnás Miska is, ennek volt köszönhető. És hát a mozira is kitérve, ez is egy érdekes aspektusa ennek a történetnek, mert azt is mondhatnánk, hogy az 1914-18 közötti időszak volt a magyar mozi hőskora, bár nagyon kevés mozifilm maradt meg, hála Rákosinak és elvtársainak, akiknek köszönhetően ezek nagyrészt eltűntek, ugyanis főleg körömlakot gyártottak a régi filmtekercsekből. És hát mivel az Antant hatalmak filmjeit nem játszhatták Magyarországon, ezért a magyar filmek mellett főleg amerikai, hát ugye 1917-ig, dán és német filmeket importáltak, viszont rengeteg magyar filmet készítettek. A háború utolsó éveiben 30-35 nagyjátékfilm is készült. Hát ezek főleg regényadaptációk voltak, mint a Szegény gazdagok vagy az Aranyember, és hát sajnos nagyon kevés maradt meg belőlük, pedig nagyon sok készült. Érdekességként ezt a fotót is beválogattam. Ez egy lövészárok kiállítás Budapesten. Hát a pasaréti képen látható lövészárok rendszert, azt a háborús propaganda új elemeként 1915-ben építették ki, az oroszok ellen vívott harcok egyik helyszínének, a Tomasovi állásrendszernek a mintájára, hát gyakorlatilag másolataként, ahol a kedves érdeklődők kipróbálhatták a lövészárokbeli életet, de hát emellett még a katonai gyakorlatokat is tartottak a közönség szórakoztatására, ki lehetett próbálni a periszkópot, a fényszórókat, az erős fényszórókat, amik egyébként panasz is érkezett, mert egy héten csak egyszer lehet egy spórolási okokból ennek hangot is adtak a polgárok abban az időben, hogy ezzel nem lehetne változtatni, hogy igenis minden nap menjenek a fényszórók. Na de, a hátország legtöbbet szenvedő tagjaira is térjünk ki, hát ők kétségkívül a szülők, feleségek és gyermekek voltak. Sokuk nem láthatta viszont a hadba vonult hozzátartozóját. Itt egy frissen bevonuló katona látható a családtagjaival 1914-ben. A másik fotó kicsit propagandisztikus felhanggal rendelkezik végül is, mert ezek a világháború első sérültjei, akiket automobilon szállítanak kórházba a keletitől. De hát hogyha a kevésbé látványos részekre is ki akarunk térni, akkor meg kell említenünk a statisztikai adatokat is, ugyanis hát az Osztrák-Magyar Monarchia összesen 9 millió embert állított fegyverbe, közülük 3,4 milliót Magyarország és Horvátország területéről. Tehát ez azt jelenti, hogy a 18 és 55 év közötti férfi lakosság legnagyobb hányada teljesített katonai szolgálatot több-kevesebb ideig, és hát a 9 millióból 1,1 millió esett el, 3,6 millió sebesült meg, és több mint 2 millió került hadifogságba. És hát itt a halottakból több mint 530 ezer, a sebesültekből 1,4 millió, és a foglyokból 833 ezer esett a
rajtán inneni régióra, tehát Magyarország és Horvátország területére. Tehát azt is mondhatjuk, hogy még jobban is sújtotta az első világháború az osztrák-magyar monarchián belül Magyarország lakosságát. Itt hadirokkantak láthatók a Pesti utcán, viszont ha a baloldali bácsit megnézzük, akkor sanszos, hogy ő már 16-ban menekült ki Pestre, Harisnyából ítélve. Itt pedig a budapesti Zita kórház tetején nézik hadirokkantak, sérültek a Ferencváros egyik foci meccsét. Az Zita kórház volt egyébként Budapest legnagyobb kórházkomplexuma, ez főleg barakokból állt, ezután fel is számolták. És hát igazából a másik fotó az egy temetést mutat be a Kerepesi úton, ahol Provászka Ottokár és a gyásznép látható Bányai Elemér temetésén. A Bányai Elemér Ady Endrének volt az egyik legjobb barátja. Ady Endre ugye ő nem vonult hadba, ő ezt következetesen elutasította. Bányai Elemér író, újságíró viszont hadba vonult, ő meg is halt 1915-ben itt látható a temetése, Provászka Ottokár püspök temette. És hát a hadvezetés a frontszolgálatra behívott legfiatalabbakat követően idővel a meglett férfi generáció tagjait is elkezdte behívni, tehát évről évre fokozatosan növelte a felső kórhatárt. És hát a vasúti peronokon rendszeres volt a hitvesüktől búcsúzó, hosszan ölelkező sírónők látványa, különösen a vidéki lakosság körében volt érzékelhető, hogy hazafias szólamok és katonazenekarok vidám muzsikája ellenére a háború keserűséget váltott ki, és faluhelyen sokkal kisebb volt úgymond a lelkesedés. Itt egy tömegtüntetés látható 1917-ben, egy háború ellenes tüntetés. Ott középen látszik egy katona tartja a Tiszapista feliratú koporsótáblát. Hát ugye a közvélemény szemében egyre inkább Tisza Istvánra tolódott a bűnbak szerepe, attól függetlenül, hogy ő először következetesen ellenezte a háborút. Őt akkor már leváltották, és osztrák kollégáját, az osztrák miniszterelnököt ekkor már meg is ölték, tehát ő már életben már életét vesztette, aztán Tisza Istvánra sem várt sokkal szebb sors. Itt a frontról hazaérkező katonák láthatóak a nyugati pályaudvarnál. Sok nő várta az ilyen vonatokat haza, a sebesült szállító vonatokat, mert ekkor derült ki legalább egy annyi, hogyha sebesülten is, de haza kerül-e a családfő. Az elvállás utáni kapcsolattartás ugyanis rendkívül nehézkes volt. A levélváltás nem nagyon működött. A frontmozgások és szállítási nehézségek miatt a levelek sokszor késtek, vagy épp a katonai cenzúra rostálta ki a leveleket annyira, hogy nagyjából semmi nem volt érthető, vagy épp, hogyha célba is ért későn, akkor nem ritkán már aktualitását vesztette az üzenet. Mivel a gazdaság teljesítménye is folyamatosan csökkent, kezdettől nagy mértékben vették igénybe a nők erejét, amit hát itt látható ezen a két fotón is, olyan munkákban, amiket addig kizárólag férfiak végeztek. Tehát a városi utcaképeknek egy idő után meghatározó alakjai lettek a női utcaseprők, villamos kalauzók, kéményseprők, bármi. Itt például egy női konflis látható Budapest utcáin. És hát a háború alatt a legnehezebb helyzetben otthon gyakorlatilag ők kerültek. Tehát a férfi erő nélkül maradt falusi gazdaságokról nem is beszélve, ahol a nők sokszor saját maguk vagy maximum a gyermekeikre támaszkodva végezhették el a legnehezebb munkálatokat is, mint a szántás, aratás, bármi. Itt például a hadba vonult férfiak helyére lépő kalauznők láthatók a milleniumi föld alatti vasút egyik állomásán, ami ugye ma az egyes metró. A nők viszont helyt álltak a gyárokban, a vidéki gazdaságokban, ápolónőként, hivatalokban és jótékonysági téren is.
bebizonyították, hogy tömeges alkalmazásuk nem volt hiba, és hogy ők is ugyanolyan hasznos tagjai a társadalomnak, ahogyan a többi hadviselő országban a nők gazdasági térfoglalása Magyarországon is átmenetinek bizonyult végül is, mert a férfiak, ahogy visszatértek a frontról, visszavették korábbi munkahelyeiket, plusz ugye hamarosan bekövetkező világválság már az övéket is fenyegette. Itt hósapkát kötő lányok és nők láthatók, ezeket küldték ki a frontra, a következő pedig a cukorkát csomagolnak a nők, a küldjünk cukrot a katonáknak jótékonysági akció keretein belül. Ugyanakkor attól függetlenül, hogy átmenetinek bizonyult a gazdasági térhódításuk, nem múlt el nyomtalanul ez az időszak, mert végülis ennek hatására a szigorú fölé alárendeltségi viszonyok és a merev társadalmi berendezkedés valamilyen szinten enyhült is, és lökést adott a nőmozgalmaknak, az általános választójogi követeléseknek, stb. És hát, hogy ne csak a nőkről beszéljünk, a társadalom legkisebb tagjaira is ugyanúgy kihatott ez az egész felfordulás. A gyermekek életének elkerülhetetlen részei lettek a háborús játékok például, melyek ugyanúgy igazodtak a világtörténelmi alakulásokhoz. Ennek a jelenségnek egy kiváló szemléltetője a budapesti szarvastéri kisdedolgó egyik jelentése, ami hát kapcsolódni fog a képhez is, amik így írnak róla. Egy alkalommal a következőket láttuk. A fiúcskák két táborra oszlottak, magyar és orosz csoportokra, a magyarok támadtak, lövöldöztek, mire az oroszok egy része a földre esett, a másik része futásnak indult, ezeket üldözőbe vették a magyarok. Most a harctéren elesetteket, mint sebesülteket, összeszedték a szanitécek, egy csomóba hordták, s kis padokra legtették őket. Aztán jött az orvos a vizsgálatra, a könnyű sebesülteket az ápolónők gondjaira bízta, a súlyosakat elszállították a kórházba, és a kisleányok bámulatos gyöngétséggel simogatták a betegeket, itatták, megtették és kötözgették őket. Kitérnék még a jótékonysági szervezetek és intézmények munkájára is, mert végül is azt mondhatjuk, hogy rengeteget tettek a fronton harcolókért, próbálták enyhíteni a fájdalmaikat, vagy a szenvedéseiket úgymond, próbáltak segíteni. És hát elnézést. Itt ezen a fotón egy ruhaszállítási mozzanatot láthatunk a József körúton. A kormány akkor így fordult a lakossághoz. Hadvezetőségünk azzal a kéréssel fordul a magyar nőkhöz, hogy a csatában küzdő katonáinknak magasztos feladatai teljesítésében segítőkézzel támogatására legyenek, és könnyítsék meg katonáinknak az északi hideg klíma könnyebb elviselését úgy, hogy mindegyikük, amennyire az anyagi tehetsége és ideje megengedi, kézvédőket és húsapkákat készítse. Ugye más országokkal ellentétben, ahol a háborús propaganda fő témája, főleg a toborzás volt, Magyarországon ez nem volt téma, itt főként a gyűjtésre, jótékonykodásra felszólító plakátok jelentek meg az utcán. Elsőként az Augusta alap munkásságát, ugye őket már említettük, őket emelnénk ki. Ők voltak a legismertebb és legsikeresebb hadijótékonysági intézmény Magyarországon. Fővédnöke Augusta királyi hercegasszony, képviselői piros karszalagot viseltek a bánat és a nyomor enyhítésére felirattal. Ez az alap, és hát személyesen Augusta hercegnő is adott pénzt, ruhát, élelmet, fűtőanyagot a rászorulóknak, ugyanúgy a fronton vagy otthon is, az otthon maradottaknak is. Segélyezte a rokkantakat, sebesülteket, kórházakat alapított, sőt egy kórházvonatot is üzembe helyezett. Itt ezen a képen látható a kórházvonat műtőkocsija a baloldali képe, és a jobb oldalt pedig a betegápoló vagonja. Ez tetemes összegbe került, hatalmas összefogásra volt szükség hozzá, de elég színvonalas kórházvonat lett. Minden esetre sokkal színvonalasabb volt, mint a hadi kórháza. És hát
még végül is még számos akciót szervezett, amelyekből bevétele származott. Jótékony célú futballmérkőzéseket is, például rendszeresek voltak a Berlin-Budapest futballmérkőzések ebben az időszakban, minden évben megrendezték őket. Az egyik előbb látott képen is a hadisebesültek a kórház tetejéről egy ilyent néztek. De hát mindent próbáltak eladni, például a koronázási domb földjét is áruba bocsátották a háború végére, kis zacskókban lehetett földet vásárolni. Vagy ők állították a Nemzeti Áldozatkészség szobrát is Budapesten, aminek az volt a lényege, hogy lehetett kis fémplecsinket vásárolni névre szólóan, és ezt fel lehetett szegelni az oldalára. Mindenfajta ilyenbe belefogtak. Itt például a vitéz csukaszürkék, a katonai egyenruhás babák kiállítása látható, ugyancsak az Augusta alap szervezésében. Ezeket is meg lehetett vásárolni, az összeg befolyt a közös kasszába. De hát ugyanígy még megemlíthetjük a Budapesti Központi Segítőbizottságot is, amelyik pénzsegélyeket folyósított és hadikonyhákat is szervezett, vagy a Budapesti Újságírók Egyesületének háborús alapját is, amik a konkrétan a hadba vonult újságírókat igyekeztek megsegíteni. Vagy ott volt a hadsegélyező hivatal, a hadiárvák és hadiözvegyek a támogatására felállított állami szer, vagy ott volt a Károly király hadsegélyező alap az elesett katonák családtagjainak megsegítésére, ott volt a katolikus karitász akkor is, és hát a támogatások mellett igyekezett munkát is kiközvetíteni a rászorulóknak, élelmiszerosztó központja volt, stb. És hát elmondhatjuk, hogy a háború az egész társadalom életét megváltoztatta, úgy az otthon maradottakét, mint a lövészárkokban nyomódó katonákét is. És hát a háború kezdetével egy teljesen új élethelyzetben találta magát mindenki, amelyhez hamar alkalmazkodni kellett, függetlenül attól, hogy hol tartózkodtak otthon-e vagy a fronton. És hát a hátországban élő emberek teljesítő képességétől is függött a háború menete, nem csak a katonákétől, úgyhogy azt is mondhatjuk, hogy a hátország is háborút vívott, más jellegét ugyan, de háborút. Köszönöm szépen!